Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet egyetért Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédének egyes elemeivel. Például azzal, hogy a magyar közjogi berendezkedés már évek óta nem liberális demokrácia. Vendégem Majtényi László, az EKINT elnöke, természetesen Orbán Viktor többi állítását cáfolják egy közleményben, politikai céljait szolgáló hazugságnak tartanak bizonyos kijelentéseket ebből a beszédből. Mielőtt részletezzük, nagyon kérem magyarázzal a különbséget, hogy a nézőknek, akárhányszor megtörtént ez a héten, de egyértelmű legyen, hogy mi az óriási különbség a liberalizmus, mint politikai teória és a liberális demokrácia között, amely nem liberális nézeteket is boldogan támogat. Hát ez. Tehát a lényeget már megmondta. Tehát ugye arról van szó, hogy van két fogalom, és ezt egyébként tényleg meg kell értetni. Tehát nem arról van szó, hogy a liberális demokrácia a liberális politikai filozófiát váló csoportoknak az uralmát jelenti, hanem a liberális demokrácia még többé-kevésbé szinonimája az alkotmányos demokráciának, de egyszerűen azt jelenti, hogy tiszteletben tartják a hatalmi ágak elválasztásának és egyensúlyának a szabályait, a szabadságjogok biztosítva vannak, a tulajdon szabadságától a szólás szabadságáig és a választás szabadságáig. Tehát ez egy keret. Úgy tetszik, úgy is mondják ezt, hogy liberális minimum, ami azt jelenti, hogy van egy olyan állam, amelyik az önkorrekcióra alkalmas, lassú evolúciós fejlődésre képes, és lehetővé teszi azt, hogy ebben a keretben baloldali, mondjuk szociáldemokrata, konzervatív, vagy adott esetben liberális politikai elveket valló csoportok megszerezzék a hatalmat és gyakorolják, majd ugyancsak szabályozott körülmények között a választók akaratának megfelelően átadják a hatalmukat egy másik politikai elvet vagy filozófiát valló csoportnak. Akár konzervatív, akár konzervatívnak, akár évtizedekre. Akár zöldeknek, akár azoknak, akik egyébként a bázisdemokrácia hívei. Vannak határok, tehát mondjuk a liberális demokráciában hát nagyon szélsőséges politikai csoportok nem jutnak hatalomra, vagy ha mégis megtörténik, az általában a liberális demokrácia összeomlásával jár. Vagy pedig egy gyors önkorrekcióval, a marginalizálásával. Nézzük a beszédnek az állítólagos hazugságait a közleményük alapján. Például Orbán Viktor kijelentésével szemben az Unióban önök azt mondják, csak is liberális demokráciák működhetnek, ilyenek hozták létre, csak ilyeneket vesz fel, az ilyen elvek érvényesülése kötelező. Na akkor hogyan tovább Magyarország és az Unió kapcsolatában? Mi a teendő ezzel a beszéddel? Lesz-e bármi következménye, politikai vagy jogi? Hát fogalmam sincs természetesen, hiszen ez a jövő méhében szúnyad, hogy szépen fogalmazzak. Tehát itt ugye arról van szó, hogy van egy politikus, aki történetesen egy Európai Uniós országnak a miniszterelnöke, Orbán Viktornak hívják, tartott egy beszédet. Egyébként ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ma a világsajtó egy részében ugye ez úgy jön le, és az Európai Unió egyes politikusai is arról beszélnek, hogy nem kell ezzel olyan nagyon sokat foglalkozni, hiszen vidéken, ugye nem vidéken, hanem az is egy borzasztó érdekes dolog, hogy Romániában szólt ez a beszéd, és nem tudom, mit szólnának. A többség érvényesüléséhez. Mit szólnánk mi, hogyha Gyulán a román miniszterelnök egy román belpolitikai beszédet mondana, vagy mit szólnának az osztrákok, hogyha Linzben a német kancellár Németország politikai megújulásáról szónokolna. Nagyon kellemetlen, hogy mondjam, mellékes hangsúlyai vannak ennek a dolognak, de egyébként a tusványosi beszédek azok a magyar politikában mindig nagyon-nagyon hangsúlyos dolgok. Minden évben előre találgatások folynak, tehát ennek van súlya, nem olyan, hogy az ember becsámpázik egy egyetemre, és reggel a borotválkozás közben eszébe jut valami, és aztán ott elmondja, és esetleg mondott egy vaskos butaságot, és azt fölkapja a sajtó. Tehát ennek a beszédnek nyilvánvalóan van jelentősége. További dolog az, hogy általános jelenség,
ez egyébként mindig így van, és az emberiség azt kell mondjam, hogy évszázadok óta ezt nem tanulja meg, hogy azt mondják egyesek, nem is kell ezt komolyan venni, nem is úgy gondolja. Ez valóság. Mint ahogyan, akik védik a beszédet, most megpróbálják megint a liberalizmusra és az egykori igen. liberálisokra terelni, szűkíteni igen. ezt a beszédet, hogy ahogyan a, ma meg a igen, nem erről van szó. Liberalizmus ellenes beszéd nem. van. Tehát először is azt kell mondjam, hogy ezt komolyan kell venni, és amit a miniszterelnök elmondott, az biztosan komolyan gondolja. Legfeljebb azt lehet felvetni, hogy nem mondott el mindent, amit gondol. De ez, amit elmondott, ez borzasztó vaskos dolog. De ha már említette a külföldi sajtót, a spektrum egyik széle nem kell túl komolyan igen. venni, a másik vége viszont az, hogy Magyarország Mussoliniéről van szó. Igen. Azért ezek is erős és túlzó méltatlan kijelentése. A munka alapú igen. társadalom kifejezés hát egy, az valóban. Jó, az van, hogy az analógia mindig pontatlan. Tehát én soha nem szeretem alkalmazni. De ugye akinek van egy kis történelmi műveltsége, annak nem véletlenül ugranak be ezek az analógiák. Hozzáteszem egyébként, ugye, ami a kérdése volt, hogy ez ténykérdés. Az Európai Unióban nincs illiberális állam. Az Európai Uniót liberális demokráciák hozták létre. A felvétel alapkövetelménye, hogy liberális demokrácia uralkodjon abban az országban, amit felvesznek. A Orbán Viktor által rajongott Törökországgal éppen ilyen típusú problémák vannak, és nyilvánvaló az, hogy Magyarország a mai állapotában szóba se kerülhetne a felvétel szempontjából. Az egy másik kérdés, hogy azok az országok, amelyek már bejutottak az Európai Unióba, bizonyos értelemben védett helyzetben vannak, az Európai Unió létrehozói. Ugye az is érdekes, hogy milyen folyamatban jött létre az Európai Unió, de minden esetre az Európai Unió döntési mechanizmusába nincs igazán belekódolva, hogy egy tagállam lelép a liberális demokrácia útjáról. De az biztos, hogy ha felvételi előkövetelmény, hogy egy ország teljesítse a liberális demokrácia követelményeit, az azt jelenti, hogy az Európai Unióban valóban liberális demokráciák vannak, ami nem a liberalizmus uralmát jelenti természetesen. Szűkítve a belpolitikai, stratégiai kérdésekre, amelyeket ez a beszéd felvet, önök felvetik azt, hogy az Eötvös Károly Intézetnek nincs arról álláspontja ugyan, hogy mi a helyes teendő bojkottálni az illiberális demokráciát, vagy a nem igazságos választási rendszert, vagy részt venni benne, de ha valaki úgy dönt ellenzékiként, hogy részt vesz benne, bár maga sem tartja demokratikusnak, akkor meg kell tudnia magyarázni, hogy miért vesz benne részt, és mi a célja. Hogy értik ezt? Itt két dolog van. Az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyrészt ugye ez egy nagyon óvatos állítás. Ugye, tényleg azt mondtuk, hogy erről nincs nekünk véleményünk, másrészt pedig azt is mondjuk, hogy tessék megmagyarázni. Ugye az egyik dolog az, hogy mi politikai felelősséget a személyünkben nem képviselünk. Mondhatom magam nevében is, és az összes kollégám nevében. Tehát azt a fajta megmondó emberséget, amelyik azt próbálja ráerőltetni valamelyik neki kedves, rokonszenves, vagy nem nagyon rokonszenves politikai csoport, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, ez tőlünk idegen. Tehát mi, mindenki felel a saját cselekedetért, viszont nyilvánvalóan jogunk van arra, hogy álláspontunk legyen, hiszen ez a politika bennünket érint. Tehát nem diktálunk senkinek, nem mondjuk meg, hogy mit kell tenni. A dolog érdeme pedig, ugye azt mondjuk, hogy ha egyszer bejelentette a miniszterelnök azt, amit egyébként mi már tudtunk régebben, hogy ez nem egy liberális demokrácia. Továbbá egy héttel korábban az Alkotmánybíróság elfogadott egy olyan döntést, amelyben az önkormányzati választási törvényeket alapvetően alkotmányosnak mondta ki, akkor ez egy amelyek egyébként nem csak, hogy az alkotmányosság elveivel ellentétesek, de alaptörvényellenesek is, akkor erre valamit válaszolni kell. Az ellenzéki pártok most már hosszú ideje folyamatosan azt mondják, hogy korszakváltásra van szükség. Mi is azt mondjuk, én személy szerint is azt mondom, hogy korszakváltásra van szükség. Annak a politikának a tartalékai, amely 1989-90-ben kezdődött, az teljesen kimerült, és ez abszolút látszik, és a Fidesz uralma maga ennek a politikának a válságtünete. Ha az ellenzéki pártok ezt komolyan veszik, akkor mondhatnának valamit arról, hogy mit jelent az, hogy korszakváltás. Például lehet-e azt csinálni, hogy a választópolgárokat, hogy mondjam, lényegében és a saját választói közönségüket
hát semmibe veszik. Nem kellene emberszámba venni a választópolgárokat, nem kellene válaszolni a kérdésekre, nem kellene valamilyen társadalmi párbeszédet folytatni. Erre ugye ők azt mondják, ezt elég sokszor hallom, hogy ezeket a problémákat a polgárok úgysem értik meg. Ilyet nem lehet mondani. Hát ezt nem. Nem, ez tiszteletlen. Igen. Remélem, hogy odafigyeltek arra, amire felszólított őket az Ötöskerő Intézet. Rövid híradó következik, majd ennyi lesz. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szépen.